Szinte mindenhova követi anyját a 8 hónapos kenguru bébi. A Nyíregyházi Állatpark Vörös Óriás kenguru csapata még tavaly bővült 6 fősre. A legkisebb egyed a napokban hagyta el anyja erszényét. Ausztrália ikonikus állata, a ma élő erszényesek közül ez a legnagyobb testű faj. A csaknem 240 napos legkisebb egyed vörös bunnája jelzi, hogy hím az utód. A nőstény példány minden esetben szürke színű, ezt az anyján is lehet látni. Vörös óriás kenguruk jelenleg csak a Nyíregyházi Állatparkban élnek hazánkban. Most búcsúzott el véglegesen az erszénytől Magyarország egyedüli vörös óriás kenguru bébije, hiszen ebben a korban már nem fér bele az erszénybe. Az apróság nagyon-nagyon fejletlenül látta meg a napvilágot, mindösszesen 0,75 grammos volt, nem volt, csupasz volt, vak volt, és igazából annyi ereje volt csupán, hogy az erszénybe, ahogy bement, ott egy emlőhöz tapadva elkezdett növekedni. 70 naposan bújt ki először az erszényből, akkor vettük észre, hogy lesz hamar egy utód. Most azonban már egyre több időt töltött a külső részben. A kengurukölyök az erszényben fejlődött ki teljesen, miután ezt elhagyja, még egy éves koráig szoptatja az anyja. A nőstény egyedek mérete átlagosan 90-100 cm. Ez a hím utód azonban akár a 160 cm-es magasságot is elérheti majd, súlya pedig 90 kg is lehet. A vörös óriás kenguruk hajnalban, a délelőtt korai óráiban és késő délután egyaránt aktív állatok, állatkerti körülmények között pedig akár 25 évig is élhetnek.